Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 2023 legjobb zenét hoztuk el nektek. Természetesen a legtöbb pop és rádióbarát dal lesz, szóval annyira ne lepődjetek meg, hogy például az underground síkjutós üvöltős deathcore zenekarokat most kihagyjuk. Tizedik, Is It Over Now? Taylor's Version. From the Vault. Taylor Swift. Taylor Swift 2014-ben adta ki a 1989 című albumát, és sokak szerint ez volt az a korong, ami pop ikonná varázsolta az énekesnőt. Az újrafelvett lemezt az eredeti album 9. évfordulójára adta ki, amiben 5 úgynevezett From the Vault dal is szerepelt, amik végül nem kerültek bele a 14-es kiadásba. Köztük van az Is It Over Now című elektropop ballada is, amiben Swift egy múltbéli kapcsolatról énekel. Meglepő módon. Sokan úgy gondolják, hogy a dal bizony Harry Stylesról és a kapcsolatukról szól. A zenét amúgy dicsérték a fülbemászó dallama és Swift egyedi dalszerzői képessége miatt. Taylor Swift már majdnem 2 évtizede nyomja a zeneipart, de nagyon úgy fest, hogy a popikonos trónjáról nem mostanában fogják letaszítani. Kilencedik, Székom Szá, Paramore. Igazából az égvilágon senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő, ezért néha az a legjobb, ha csak úgy megéljük a dolgokat, ahogy vannak. Ezt az érzést tökéletesen ragadta meg a Paramore a Székom Szá című dance punk kislemezükön. A harapós nóta a már régóta várt 6. nagylemezükhöz, a februárban kiadott This Is Why-hoz készült, amiben az énekes Hayley Williams egy szokatlan, spoken word stílust használt. A dalt olyan brit post-punk zenekarok ihlették, mint például a Dry Cleaning vagy a Yard Act, a középpontban pedig a sivár jövőképe és a túléléshez szükséges káosz áll. A dalt egyébként megtámogatták egy szintúgy káoszos vibe-bal és stílussal, ami tökéletesen megmutatja, hogy a Paramore képes úgy kísérletezgetni, hogy közben nem igazán szakadnak el a gyökereiktől. Nyolcadik, Vampire, Olivia Rodrigo. A Sour című debütáló albuma konkrétan szupersztárrá varázsolta az énekesnőt, így a rajongók hatalmas reményekkel várták Olivia Rodrigo második albumát. Mondanunk sem kell, hogy Rodrigo hozta a kötelezőt. Ez a dal volt a lead single a Guts című második korongján, és már a címéből is lehet sejteni, hogy itt bizony semmiféle mézes-mázas körítés nem lesz. Brutálisan addiktív, amiben sötét és gótikus metaforákkal írja le egy korábbi szeretőjét, aki kihasználta és kiszívta belőle az életet. Hangzásilag a szám hű maradt Rodrigo jellegzetes stílusához, az elején egy kis zongorás balladával nyit, majd átcsap egy epikus pop-rock zúzdává. A Vampire 2 héten át tartotta a Billboard slágerlista élét, valamint Grammy jelölést is kapott az év dala, az év felvétele, valamint a legjobb szóló popénekes teljesítmény kategóriákban. Bleed me dry like a goddamn vampire. 7. Paint the Town Red, Doja Cat. Persze, lehet őt utálni vagy imádni, de az biztos, hogy Doja Cat egy percre sem hagyja abba a lázadozást, és ehhez meg is van a kellő tehetsége. A rapper énekes egy durván ördögi stílussal nyitotta az évet, amivel picit megmutatta, hogy mit is lehet majd tőle várni az idei esztendőben. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Ez pedig a Paint the Town Red című pici jazzbeütésű hip-hop dalban csúcsosodott ki. Doja Cat és a rajongói között néha eléggé meleg a helyzet, ez a szám pedig valószínűleg pontosan erről szól. A laza flow-ja kiegészült egy kellemes alappal, amiből megszületett az év legördögibben elborult dala. Going to glow up one more time, trust me, I have magical foresight, you gon' see me sleeping in courtside. Ráadásul ez volt az első olyan trackje, ami felkerült a Billboard élére, plusz ez lett a leggyorsabban 100 millió Spotify lejátszást elérő női szóló rap dal. Ó, és nem mellesleg a videóklipje is eszméletlenül vagány.
Hatodik, Princess Diana, Ice Spice és Nicki Minaj. Bűn lett volna kihagyni a listából 2023 egyik legnagyobb áttörő sztárját. We come out and look like Princess Diana on the street. Ayo, Ice Spice-t a rap új hercegnőjének tartják, ezt a státuszt pedig rendesen be is betonozta, amikor magával a rap királynőjével kiadta a Princess Diana tűzforró remixét. Nicki Minaj a szárnyai alá vette a feltörekvő sztárt, aki Ice Spice laza flowját a brutálisan halálos és kemény szövegeivel egészítette ki. They be trying, I don't give a damn, and I'm still getting money, I know who I am. Tryna be low, he gon' hit on my gram. If he smart, he gon' act like a fan. Habár a rap stílusuk eléggé különböző, mégis egybe tudták úgy fűzni az egészet, hogy a végeredmény egy frenetikus és letaglózó kollaboráció lett. A dal miatt még több reflektorfényt kapott Ice Spice, bebiztosítva ezzel a második top 10-es slágerét a Billboard listáján. Ezt a bravúrt legutóbb a Boys a Liar Part 2 című kollabjával érte el, amiben a brit énekesnővel Pink Panthers-szel állt össze. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? 5. A&W, Lana Del Rey. Az elképesztő hosszúságú, picit több mint 7 perces A&W kétségkívül Lana Del Rey egyik legjobb alkotása lett. A két részre bontható dal az énekesnő 9. lemezére készült, és ez volt a második single róla. Az első részben egy érzelgősebb felnőtté válásnak lehetünk fültanúi, ahol az ártatlan kaliforniai gyerekkoráról énekel, kiegészítve ezt egy folkos és akusztikus hangulattal. I'm a princess, I'm divisive, ask me why I'm like this. Aztán eljön a 4. perc környék, ahol Del Rey elképesztő módon borítja fel az addigi hangulatot. Átvált egy kicsit lassabb, treppes vibe-ba, miközben a szexuális érettségéről és egy titokzatos Jimmy nevű fickóról rappel. Az A&W-t az egekig dicsérték a kritikusok a szokatlan és merész megvalósítása miatt, plusz Grammy jelölést is kapott az évdala és a legjobb alternatív zenei teljesítmény kategóriákban. 4. Last Night, Morgan Wallen. A country zene szenzációja Morgan Wallen konkrétan leuralta a 2023-as toplistákat a One Thing at a Time című albumával, amellett, hogy 15 hetet töltött a Billboard 200 élén, ami önmagában is komoly teljesítmény, de a Last Night című számával végre először állhatott a toplista élére. A dal élénken mesél egy alkohollal átitatott beszélgetésről, ami Wallen és a partnere között zajlott valószínűleg az utolsó közös éjszakájukon. Maga a hangszerelés eléggé minimalista, így a középpontba Wallen hangja és a nyers érzelmek kerülnek. Csak úgy, mint a 36 dal tartalmazó album, a Last Night is hatalmas sikert aratott, 16 héten át uralta a Billboard Hot 100 listáját, ami minden idők második leghosszabb lista vezetése, és nem mellesleg Grammy-díjra is jelölték a legjobb country dal kategóriában. No way was I last night. 3. Kill Bill, SZA. Persze a gyilkolás egy rettenetes dolog, nem is kérdés, de azért be kell vallani, hogy SZA bosszúról szóló dalában eléggé jól hangzik. A számot természetesen Quentin Tarantino kultfilmje ihlette, amiben az énekesnő a saját szerelme ellen szövögeti a kis bosszúját. A dalszöveg részletesen belemegy abba, hogy hogyan is fogja kicsinálni az ex-barátját és annak az új barátnőjét. Az eleje még inkább egy ártatlan kis fantáziának hat, a végére azonban vesz egy tragikus és szívszorító fordulatot, amikor az énekesnő ténylegesen végrehajtja a tervét, felfedve ezzel a saját magányát. A Kill Bill elsöprő dicséretet kapott az őszinte dalszövegért és az átélhetőségért, mármint persze csak egy bizonyos fokig. Egy Doja Cat-tel összehozott remix után pedig felkerült a Hot 100 lista élére is, ami mérföldkő volt SZA karrierjében. Második, Dance the Night, Dua Lipa.
A kasszasiker Barbie-nak tagadhatatlan hatása volt a 2023-as esztendőre. Egyrészt brutális mértékben megnövelte a mozik bevételeit, globális hiányt okozott egy bizonyos árnyalatú rózsaszín festékből, és megajándékozott bennünket ezzel a rettenetesen addiktív diszkós lágerrel. Dua Lipa egyébként társszerzője is volt a dalnak, ami arról szól, hogy az élet kihívásain hogyan kell és lehet áttáncolni magunkat, a film parti jelenetéhez pedig brilliánsan passzol. A dal az eszméletlenül király szint is hangzásával és a funky basszusával tökéletesen illeszkedik Lipa a Future Nostalgia című albumához. Ráadásul a nóta előrevetítette a film későbbi kasszasikerét is, hiszen az Egyesült Államokban a 6. helyig jutott, míg Angliában a toplisták élén végzett. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vigaszdíjas. Padám, padám! Kylie Minogue. Már 40 éve űzi a szakmát, de Kylie Minogue még mindig ott van a szeren. Love from the Other Side, Fallout Boy. Visszatérés a régi Fallout Boy-os vonalhoz, a rajongók legnagyobb örömére. Fly Girl, Flow Feet, Missy Elliott. Dögös kollab, ami bravúrosan ötvözi az old school és a futurisztikus R&B-t. Back on 74, Jungle. A 70-es évek diszkójának minden bája és varázsa 4 percbe csomagolva. White Horse, Chris Stapleton, a country zene szerelmeseinek. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Flowers, Miley Cyrus. Miley Cyrus élete finoman szólva is rettenetesen kalandos, kezdve a Hannah Montana-ban szereplő popstárként kettős életet élő átlagos tini lánytól. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. Az elmúlt években az átlagos szó egyáltalán nem élik rá, a popstar viszont már annál inkább, a Flowers című dala pedig be is bizonyította ezt. A trackre sokan az önszeretet és elfogadás himnuszaként gondolnak, amiben Cyrus egy szakítást követően újra megtalálja a függetlenségét. A Flowers azért finoman szólva utalgat a volt házasságára Liam Hemsworth-szel, miközben zseniális módon építi be Bruno Mars When I Was Your Man című dalát, megborítva ezzel az egész dalt. Cyrus hatalmas durranással indította az évet, hiszen a Flowers a toplisták élére állt az USA mellett még 37 további országban, miközben sorra döntögette a Spotify rekordokat. És nálatok melyik dal pörgött a legtöbbet az évben? Mi lett az új kedvencetek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!